A Knorr Bremse csoport az első licenc szerződését 1969-ben kötötte Magyarországon, és azóta folyamatosan erősíti jelenlétét hazánkban. Az új kecskeméti gyár 2014-ben kezdte meg működését. Itt készülnek a haszongépjárművek számára tervezett fékrendszerek, a csoport budapesti egységében pedig a tervező munka folyik. A megyeszékhelyen mintegy 650 főnek adnak munkát. Termékeik az Európai Unió mellett főleg Kínába, Japánba, Indiába, Oroszországba kerülnek. Évente 2,5-3 millió darab alkatrészt gyártanak Kecskeméten. Miközben a Magyarországon jelenlevő nagy jármű, illetve gépipari vállalatok 10-30%-os hazai beszállítói arányjal rendelkeznek, a Knorr Bremse csoportnál ez az arány 40-50%-os. A kormány 3 évvel ezelőtt kötött stratégiai megállapodást a vállalatcsoporttal. Ennek folytatásaként csütörtökön újabb együttműködésről döntöttek. Az úgynevezett nemzeti beszállítói program keretében a Knorr Bremse ingyen adja át saját tudását, technológiáját a vállalatoknak, amelyeket fejleszt. A KKV-knál megjelenő képzési, eszközi és minden egyéb költséget ugyanakkor az állam finanszírozza majd. A program értéke 1 milliárd forint körül van, és legalább 5 céget érint, amelyek eddig nem, vagy csak igen kis volumenben voltak beszállítói a cégcsoportnak.